Az adatok azt mutatják, hogy dinamikus ütemben emelkedik a vendégészakák száma az országban. 500 ezer vendég csaknem 1,5 millió vendégészakát töltött el hazai szálláshelyeken. A korábbi adatokhoz képest sokan hiányoznak még, de az látszik, hogy az egy hónappal korábbihoz viszonyítva 5-ször annyi turistát számoltak, főleg vidéken, itt térségünkben a Tisza-tónál is szépen alakulnak a nyári foglalások. A turisták az elmúlt egy hónapban alapvetően a Balatont keresték fel, a külföldi vendégek száma is jelentősen megnőtt. A budapesti repülőtér adatai szerint átlagosan július vége felé már 70 gép szállt le és fel egy napon. Előfordult, hogy egy gépen 100-nál is több utas volt, a gépek töltöttsége folyamatosan növekszik. A belföldi turizmus segítő Széchenyi pihenőkártya adó terhét a kormány csökkentette, aminek hatására nőtt a feltöltés. Az első 6 hónapban a szép kártyára feltöltött összeg több mint 150 milliárd forintot tett ki, és jó esély van arra, hogy több mint 300 milliárd forint legyen rajtuk az idén. Az első 6 hónapban több mint 90 milliárdot használtak fel Széchenyi pihenőkártyából. Ez 20%-kal több az előző év első 6 hónapjában felhasznált összegnél. Az országban mintegy 2 millió szép kártya birtokos van. Az első fél évben alapvetően éttermekben, munkahelyi étkezdékben használták a szép kártyákat. Több mint 71 milliárd forintot költöttek erre a célra. 11 milliárd forintot szálláshelyeken, 8 milliárd forintot szabadidő szolgáltatásokra fordítottak. A Széchenyi pihenőkártyákon 2020. június végéig az idei feltöltésekkel, a korábbi maradványokkal több mint 162 milliárd forint elkülönített összeg van.